Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A mai témánk a hal, illetve a horgászat. Vendégem Úrfi Tamás, a HOFESZ ügyvezetője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. Köszöntöm. A HOFESZ-ról kell beszélgetnünk ma, még pedig annál is inkább, hiszen itt előzetesen arról esett szó, hogy mi mind mennyire viselte meg az agrárágazatot általában, illetve egy csomó mindent a pandémia, és hogy hogy áll most a Horgászszövetség, tehát a HOFESZ. Ugye azt tudnunk kell, hogy a HOFESZ taglétszáma 16 ezer felnőtt, közel 3 ezer gyermek, illetve hát 53 egyesület tömörülve, és hogy a csurgói víztározó, azért ismételjük át, a pátkai víztározó, a palotavárosi tavak, a gajai és a sárvíz, malomcsatorna, a sárszentmihályi víztározó, a nádorcsatorna és a Duna egy nagyon komoly szakaszának vízkezelője. Tehát ez az alap, és hát akkor egy kicsit essék szó arról, ami sajnos meghatározta az elmúlt esztendőt, 2020-at, a pandémia. Ugye játékosan szoktunk arról beszélni, hogy a horgászatot segítette inkább a koronavírus járvány, hiszen ez egy magányos történet, egy magányos sport, és amellett, hogy nagyszerű lehetőségeket biztosít a természeti környezet, az a csoda, amit a napról napra tapasztalunk, megerősítette, hogy horgászni jó. Így igaz. Hát a tavalyi év, meg még jelenleg is azt gondolom, hogy a mostani időszak is ugye a korlátozásokról és a különböző pandémiát befolyásoló vagy segítő szabályozásokról terlenek a hétköznapjaink, ugye még a kijárási tilalom is, az a horgászok életét is befolyásolja, tehát nekik is este 8-ra otthon kell lenniük. De a horgászat a tavalyi év során az biztos, hogy egy olyan területe volt a szabadidős tevékenységeknek, ami nagy mértékben növekedni tudott. Tehát így, ahogy felsoroltad, hogy tehát a szabadidőn belül természetben a horgászat az igen egy kicsit magányos sport, vagy egy-két főre lehet inkább lebontani. Úgyhogy a tavalyi évben rengeteg horgász volt, rengeteg új állami jegyet, illetve horgászvizsgát tettek le az emberek. És ez a 16 ezer fő, ez elég drasztikusan megnőtt, tehát gyermek létszámmal mindennel együtt több mint 33 ezer főre növekedett a szövetség taglétszáma. Ez egy abszolút siker. Ezt mondhatjuk igen abszolút sikernek, de azt gondolom, hogy helyén kell kezelni a dolgokat. Biztos, hogy lesz belőle visszaesés, tehát a tavalyi évben előkerültek 15-20 éves horgász engedélyek, pont amit említetted, hogy ugye nem tudtak az emberek mit csinálni, hova menni, így a vízpartra mentek el szórakozni leginkább, vagy kikapcsolódni, és ebből adódólag országos szinten is több mint 708 ezer főre növekedett a horgászok, regisztrált horgászok száma, tehát ez egy nagyon drasztikus növekedés volt. Ezt azt gondolom, hogy senki se gondolta az elmúlt évekkel kapcsolatban. Illetve hát ugye az Agrárminisztérium is a szakágat megtámogatta a tavalyi évben a hazai haltermelőket, mivel ugye bezárultak az export lehetőségek, így ugye intervenciós telepítés keretében több mint 1000 tonna ponty került ki az ország különböző természetes vízterületeibe, ami megint csak azt gondolom, hogy egy dopping volt úgymond a magának a horgászatnak. Rengetegen mentek ki a hal öröméért, a hal fogyasztásért, illetve a horgászatért a vízpartokra. Igen, hát Lévai Ferenccel, az Aranypony ZRT elnök vezérigazgatójával, aki egyébként a mahal szóvivője is, nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy ez egy remek döntés volt a szaktárca részéről, hogy megsegítette a különböző horgászegyesületeket és a természetes vizekbe telepítette ezeket a halakat. Viszont ugye arról beszéltünk, hogy 16-ról több mint 30 ezerre nőtt a létszám a HOFESZ-nél. Ennek ellenére ugye kevesen tudták, hogy szabadidős létesítményről lévén szó, ennek ellenére csak reggel 5 óra és este 7 óra között lehetett horgászni továbbra is. Tehát ez a sporttevékenységből való tartózkodás az ugyanúgy volt. Ennek ellenére nagyon sokan voltak, tehát mi volt a tapasztalataitok, hogy azt láttuk, hogy nagyon sokan újítottak horgászengedélyt, de betartották ezeket a szabályokat, és milyen eredménnyel járt, hogy a nagy telepítések?
Abszolút betartották, tehát ettől tartottunk mi is egy kicsit az elején, hogy nehéz lesz ezeket a korlátozásokat betartani a horgászok körébe, de teljesen jól működött, tehát mind itt a városon belül, ugye a Fehérvár, Csurgon, Pátkai víztározon az elején voltak kisebb-nagyobb fennakadások, mert ugye amikor elindultak ezek a korlátozások, akkor rengetegen megtámadták a vízpartokat, de ugye nem csak a horgászok, hanem a kutyasétáltatók, a biciklisták, a csak simán az erdőbe sétálni vágyó emberek, tehát ebből voltak az elején kisebb problémák, de azt gondolom, hogy teljesen jól működött. Ugye általában mondjuk a palotaváros esetében felső tavon stégekről horgásznak az emberek, ott alapból megvan ez a 10 méteres távolság, illetve ezt kértük is a horgászokat, hogy lehetőség szerint tartsák be ezeket a távolsági előírásokat. A halőr kollégákkal is megbeszéltük a dolgokat, tehát mindenkinél ugyanúgy szájmaszk volt, illetve nagyon jól együttműködve a horgászokkal meg lehetett azt oldani az ellenőrzések során is, hogy közvetlen távolságot, tehát próbálták minél nagyobb távolságot tartani, felmutatni a horgászengedélyeket. Annál is inkább, mert azért a horgásztársadalom egy-egy vízterületen általában ismerős arcok, tehát mindig hasonló a célközönség, még így is, hogy rengetegen jöttek. Ez főleg mondjuk ugye az ország különböző részéből napi egyes horgászok voltak, akik ezeket a jegyeket váltották, vagy látogatták meg a víztározóinkat, vagy a vizeket. Ugye a sportrendezvénynek minősült a horgászat is, tehát nyilván oda kellett figyelni, illetve nem lehetett ugyanolyan rendezvényeket tartani, amelyek általában megszokottak ebben az időszakban a halastavak környékén. Viszont volt rá lehetőség, hogy a kezelésében lévő, tehát a HOFESZ kezelésében lévő vízterületeket megóvja, illetve fejlesztésre, bővítésre. Miként sikerült ezeket a feladatokat megoldanotok az idén? Vagyis hát a 2020-as évben. Hát az év elején ugye a rendezvényeket azt törölték, mint minden egyéb más sportrendezvényt. Ugye a nyári időszakban meg lehetett tartani a rendezvényeket. Sajnos a nemzetközi sportesemények, amiket érintették volna Magyarországot is, illetve a magyar horgászvizeket, azokat törölte a Nemzetközi Szövetség. A magyar bajnokságokat meg lehetett tartani az előírások betartása mellett. És ugye, amit említettél, ez a reggel 5 és 8 óra közti korlátozás, ugye ez az őszi időszakot érintette inkább, tehát hogy addig azt gondolom, hogy majdnem mindenki zavartalanul tudott horgászni. Az őszi időszakban történt meg egy visszaesés, azt gondolom, hogy eleve ugye korábban van már napnyugta is, tehát ezt a pár órás horgászatra már nem tudtak annyian, vagy nem választották annyira már inkább a vízpartot az őszi hideg, vagy a hidegebb időszak alatt. Mi azt gondolom, hogy rengeteg fejlesztést tudtunk végrehajtani, tehát ebbe az időszakban nem tétlenkedtünk. Fehérvár csurgói víztározóval kapcsolatban, tehát ott ugye a rekonstrukciós munkák mellett mi elkészítettünk egy 150 férőhelyes pavilont, ahol az idejében már a horgászok, akik a víztározóra látogatnak, és külföldiek esetleg, ha jöhetnek, vagy csak belföldi horgászok, akik több napot töltenek a vízparton, egy komplett új szociális blokkal bővült építményt tudnak meglátogatni, zuhanyzókkal, WC-kkel, illetve elkészült félig meddig, azt mondom, hogy félig meddig egy új kikötő, ahol a földmunkák elkészültek. Az idei év tavaszán, remélhetőleg márciusban, hogy az időjárás engedi, egy ilyen teljesen EU-komfortos úszómólókkal ellátott csónak kikötőt fognak vagy tudnak majd átvenni a horgászok, és még az idei évet, illetve a jövő év elejét érinti, tehát hogy ez egy kamerával, áramszolgáltatással, akkumulátortöltési lehetőséggel, halpucolósi egységet is kialakítunk a kikötő területén, illetve egy csónakházat, tehát hogy aki a csónakját vagy a csónakos horgászat mellett dönt mondjuk Fehérvár csurgón, neki lesz egy ilyen saját szekrénye is zárhatóan, ahova a horgász utcait be tudja tenni, és nem kell mindig szállítani otthonról, hanem minden felszerelését ott tud tartani zárt körülmények között. Ez óriási lépcső, én azt gondolom. Honnan sikerült forrást találni erre a nagy léptékű beruházásra? Hát ezt valójában saját erőből finanszíroztuk egyelőre, illetve van
pályázati lehetőség a Magyarországos Horgászszövetség keretein belül, ugyanis Fehérvár Csurgó az egyik kiemelt horgászturisztikai központja fog válni a jövőt illetőleg. Reméljük, van most egy nagyobb volumenű országos pályázat, ahol a horgászturisztikai központokat, illetve fejlesztéseket hivatott majd támogatni. Fehér megyét adott esetben ez három ponton is érinti. Ugye az egyik a Velencei tó, természetes módon, ami a megyének a legnagyobb vízterülete, és Fehérvárcsurgó is az egyik pont, ami támogatás alá kerülhet, illetve a Dunának egy bizonyos terület része. No, ha már Fehérvárcsurgóról beszéltünk, akkor én azt mondom, hogy a kezelésetekben lévő horgász és vízkezelésben lévő területeket nézzük át. Folytassuk a pátkai víztározóval. Mi újság Pátkán, hiszen az is nagyon-nagyon fontos történet. Ne feledjük, hiszen a Velencei tó is részben ettől függ. Így igaz. Hát Pátkán a legnagyobb probléma az a vízállás jelenleg, illetve az egész megyében azt gondolom, hogy nagyon kevés a csapadék, tehát ősz óta, ha épp egyik nap egy vízügyes kollégával beszélgettem, 20 pár milliméter csapadék hullott, és főleg a pátkai vízgyűjtő területen. Növekedett valamit a vízszint, de még mindig alacsony, és gyerekekkel is, hogy hétvégén sétálgattunk lenne a Velencétalon, ott is láttam, hogy drasztikusan alacsony. Tehát valószínűleg nem a pátkai víztározó vízkapacitása lesz megint a megoldás a Velencei tóra, hanem hogyha esetleg lenne egy kicsit komolyabb csapadékmennyiség. De ettől függetlenül Pátkán nagyon jók voltak a fogási eredmények. Nagyon sokan választották Pátkát is, mint célterületet az ország több területéről is, és ami örömteli hír, hogy a nyugati oldal, a pátkai tározónak a nyugati oldalán sikerül a szövetségnek az idei évtől 56 helyet kialakítani, amit a horgászok kibérelhetnek saját maguknak, és akkor egy saját horgászterületen tudnak majd horgászni. Nem csak a bérel személyek, hanem ők vihetnek majd oda horgásztársakat is. Ami a legfontosabb, és egyben a legnagyobb kritérium, ugye mind a vízügy, mind az erdészet részéről a hulladéknak a kezelése, tehát azért szeretnénk mindenképp egy ilyen bérelt formát kialakítani, hogy ellenőrzés alatt tudjuk tartani a horgászhelyeket, illetve a magának az erdőnek az állapotát, hogy megóvjuk. Palotavárosi tavak. Gyönyörűséges. Én azt gondolom, hogy az a beruházás, amelynek keretében megújult a palotavárosi tavak környéke, példaértékű mindenféle értelemben, egy igaz gyöngy lesz. Hogy áll most az építkezés? Vannak-e terveitek arra nézve, hogy miként lehet ezt hasznosítani olyan formában? Nyilván a város segít ebben, de azért a Hofesznek is egy nagyon komoly feladat jut ebben a kérdéskörben. Így igaz. Hát csodaszép lett a park, az már egyszer biztos. Tehát én azt gondolom, hogy ha az idei évben ugye a horgász nagyköveti találkozót, ha lehetséges és engedik majd a rendezvények, vagy a korlátozások megszűnnek, akkor újfent palota város. Közbevetés, Áder János biztos, hogy bámulni fog a köztársasági elnökünk, hiszen nagy horgász. Ő általában itt van, és nyilván itt elfogadja a meghívást, itt lesz most is. Biztos, hogy elámul, hogy milyen gyönyörűséges lett. Amúgy is ugye a 2019-es évben adott otthont a nagyköveti találkozó palotaváros helyszínnel, és nagyon tetszett köztársasági elnök úrnak, hogy tényleg egy impozáns kis horgászparadicsom van mégis a városon belül, a város szívébe, ennyire közel a lakókhoz, és egy csodás park. Hát most azóta ugye teljesen átalakult, ő még ezt a részét nem látta, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy tetszeni fog mindenkinek a horgásztó, illetve a park. A palotavárossal kapcsolatban vannak terveink, és polgármester úrral is egyeztettünk már ezzel kapcsolatban. Majd meglátjuk, hogy ezek a fejlesztési tervek, az akcióterület hogy érinti magát a tavakat, és milyen fejlesztést tudunk majd véghez vinni. Amit biztos, hogy szeretnénk, az alsó tón az idei évben több kiülő helyet szeretnénk létesíteni, illetve olyan
a kiülőhöz csatlakozó tűzgyújtási lehetőséget, főzési lehetőséget, ahol a lakók, illetve a horgászok meg tudják látogatni itt a parkon belül ezt a területet, és jól érzik magukat. Na most akkor nézzünk körül a folyóvizeinknél, a kicsiknél, kezdjük a kicsivel. A Gaja nagyon fontos számunkra, Székesfehérvár számára, vízpotlási szempontból is, és általában azért tapasztaljuk, hogy rászorul a védettségre bizonyos értelemben. Mit tudtok ennek érdekében tenni? A halőri, vagyis hát a halőrzést fogjuk átalakítani az idei évben, ez az egyik legfontosabb tényező, és ez már folyamatban is van, új kollégákat is. Volt olyan kollégánk, aki nyugdíjba vonult, az ő helyét pótoltuk, és a víztározók mellett lesz mindenhol, ugye van egy állandó halőr kollega, illetve lesz egy olyan halőri akció csoportunk, akik napi szinten fogják járni, besegítve a kollégáknak a munkáját a víztározókon, illetve a Gajanádor Malom csatornának az őrzését. Azt el kell mondjam, hogy már tavalyi évben dunai kollégákkal, illetve itt a fehérvári kollégák ebbe az időszakban, amikor adott esetben mondjuk befagynak a tavak, akkor a Nádor csatornán, illetve a Malom Gaja patakot járták ellenőrzés szintjén. Nagyon-nagyon sok feljelentés is történt ezen a szakaszon, tehát azt gondolom, hogy itt egy kicsit fertőzöttebb talán a terület, de nem rapsicokról beszélek én inkább, hanem arról beszélek, hogy inkább nem tartják be a szabályokat a botok számával kapcsolatban, illetve a méretkorlátozások vagy a darabszám betartása miatt. Tehát emiatt kellene egy kicsit a horgászoknak nagyobb önkontrollt vagy figyelmet szentelni a Nádor csatornán való. Igen, hát a Nádor csatorna, illetve a Sárszentmihályi víztározó, illetve a Sárvíz Malom csatorna is kiemelt figyelmet érdemel. Egyik oldalról, hiszen ez egy hosszú, én azt mondom, hogy Nádasladánytól, vagy még följebb egészen le a Sióig, tehát ez egy nagyon fontos. Másik oldalról pedig ugye a vízügy megoldotta tehát megcsinálták, ha úgy tetszik, kitisztították, és haltelepítés is volt, de nagyon-nagyon kell figyelni. Ezt meg tudjátok oldani saját erőből a teljes szakaszon, tehát végig? Így igaz. Tehát mi a Nádor csatorna ugye három megyén keresztül folyik, ugye Veszprém megyéből ered, Fejér megyén, a legnagyobb részét ugye Fejér megyén keresztül, vagy a Fejér megyei szakaszon, tehát a legnagyobb része, illetve ahogy mondtad, a Sióba torkollik. Én azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani, tehát több társadalmi halőr kollégánk is van, a halőr kollégáink is járják a lévai Ferittől az alsó szakasztól Sárbogárdi részen, itt a felső szakaszt ellenőrizzük mi. Megvannak azok a részei a csatornának, ami inkább látogatottabb. Tehát vannak olyan szakaszai, ami kevésbé, vagy pedig természetvédelmi területeket érint, azokon ugye a horgászok nem horgászhatnak. Van olyan része, ami ugye a halastavak mellett, mert ott szintén zárt területek vannak, és ebből adódólag vannak olyan frekventált részek, amit a horgászok látogatják jobban, tehát ott vannak az ellenőrzések általában. A Malom csatornát a sportvízé nyilvánítottuk a tavalyi évtől. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok horgásznak az örömére. Tényleg egy csodálatos halállomány található benne, Domolykó, Sügér, a felső szakaszról, Kövi Gábortól gyönyörű pisztrángok szoktak átszökni, és ezen a szakaszon is megtalálják az élőhelyüket. Úgyhogy rengeteg sporthorgász járja ezt a kis patakot a nagy örömünkre, meg nem csak a Fejér megyei horgászok körébe népszerű ez a kis patak, hanem tényleg azt mondom, az ország több különböző részéről érkeznek. És akkor van még mintegy 70 km Duna. Mi újság a Duna környékén? A Duna környékén, ha már ugye az év elejéről beszélünk, ott ugye ilyenkor vannak az új jegyárak, horgászrendek, szabályozások. A Dunát érintette itt egységesen a vízkezelőkkel, minden évben van egy-két konferenciánk, ahol átbeszéljük a tapasztalatokat szakaszokra lebontva.
illetve a különböző lehetőségeket, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak, vagy az adott problémákat. Itt a problémát leginkább amúgy a Károly katonára értem, tehát a Dunán a legnagyobb probléma a Nagy Károly katona ebbe a téli időszakba. És a jegyek területén visszakapcsolódva Dunát érintett egy jelentősebb áremelés, ami azt jelenti, hogy úgy beszéltük meg a vízkezelőkkel, hogy viszont a következő 5 évben semmilyen áremelés nem történik a Dunán, tehát ott szeretnénk egy lépcsőt léptünk most 20 000 forintra, mondjuk egy felnőtt területi jegy esetében mondom 25 000 forintra. Ez azt hivatott szolgálni, hogy a mi esetünkben legalábbis, hogy új halőri eszközöket fogunk beszerezni, komolyabb, nagyobb motorcsónakot, illetve kikötő létesítését szeretnénk. Azt tapasztaljuk legalábbis a mi szakaszunkon, hogy a csónakos horgászat az egyre népszerűbb, nagyon sokan szeretnék a Dunát látogatni, horgászok. Csónakból viszont nagyon kevés a lehetőség arra, hogy csónakból horgászanak, és ott is tárolják a vízparton. Ahol meg van csónakkikötő, ott meg nagyon-nagyon magasak az árak. Tehát ebből adódóak például a Kisapostagi Horgász Egyesületünkkel közösen karöltve szeretnénk létrehozni egy kikötőt, ahol teljesen baráti áron fogják tudni a horgászok tárolni a csónakjaikat egy őrzött jó minőségű kikötőbe. Kulcson vannak fejlesztéseink, illetve szeretnénk a szakasz felső részén is Szászhalombatta vagy Ercsi környékén hasonló fejlesztéseket létrehozni. Most tehát ebből a beszélgetésből kiviláglat, hogy kincset kezeltek mindenféle értelemben, természetes vizeinket, horgászvizeinket, és rengeteg olyan fiatal, hála Istennek egyre több fiatal van, és felnőtt természetesen, akik ezeket a vizeket megbecsülik. Most én ehhez kívánok, ehhez a munkához jó egészséget mindnyájatoknak. Én bizakodó vagyok, hogy a közeljövőben azért szép lassan csendesül a pandémia, a koronavírus járvány után pedig akkor őzerővel nézhetünk körbe, hogy a természetes vizeink megtelnek horgászokkal még inkább, és meg is maradnak. Úgyhogy köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Urfi Tamás volt, a Hofesz ügyvezetője, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra, minden jót, viszontlátásra még egyszer. Viszontlátásra.